Népszerű a sofőrképzés, több mint 2000-en szereztek eddig nehézgépjármű és autóbusz vezető jogosítványt az ingyenes állami sofőrképzésben. 100 millió hungarikumokra, 225 millió forintot fordít idén a hungarikumok népszerűsítésére a kormány. A forrás kiosztására 4 kiemelt pályázatot írt ki a Hungarikum Bizottság. Átlagos almatermés várható idén, a termés minőségét rontották a tavaszi fagyok, azonban a piaci árak kedvezőek. A lialmát is magas, 42-45 forintos áron veszik át. Több mint 2000-en szereztek eddig nehéz gépjármű és autóbusz vezetői jogosítványt az ingyenes állami sofőrképzésben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A program sikeres, eddig több mint 10 000-en jelentkeztek, és várhatóan 2018 végéig finanszírozza az állam. A részvevőknek ingyenes a tanfolyam, visszafizetési kötelezettség csak azoknak van, akik nem fejezik be az oktatást. Az OFA országosan 638 munkáltatóval kötött együttműködési megállapodást. A szerződött cégeknél helyezkedhetnek el a friss jogosítványszerzők. A sofőrhiányt már 2014-ben tapasztalták a hazai vállalatok. Egy akkor készült felmérés alapján a nemzetközi fuvarozásban dolgozók 34%-a már olyankor 50 év feletti volt. A kormány ennek megoldására egy ingyenes állami sofőrképzést indított, amelyben a nehéz gépjármű és az autóbusz vezetői jogosítvány megszerzését biztosították térítésmentesen a jelentkezőknek. A képzés irán nagy az érdeklődés, írja a Magyar Idők a Nemzetgazdasági Minisztérium adataira hivatkozva, már több mint 2000 fő jutott C, C plusz E vagy D típusú jogosítványhoz. A Lerton Trans már 2015 őszétől tagja annak a több mint 630 vállalkozásnak, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a képzést indító OFA-val. Itt a gépjárművezetők mintegy 30%-a már ebből a programból került ki. A gépjárművezetők, amikor kikerülnek az OFA programból, a mi cégünknél egy saját belső képzési programba kerülnek bele, ugyanis ők ott megszerzik az elméleti tudást, de ahhoz, hogy az utakon is megfelelően végezzék el ezt a szakmát, amelynek nagyon sok oldalát kell megtanulják, megfelelő elméleti kiegészítésre, és természetesen az utakon megszerezhető, az általunk biztosított oktatópilótákon keresztül megtanult tudásra is szükség van. Pető Bence azt is hozzátette, a tehergépkocsi vezetők kiemelkedő bérezést is kapnak. Magyarországi szinten akár a nemzetgazdasági átlag 2-3-szorosát is megkereshetik. A program jelentkezési feltételei közé tartozik az alapfokú iskolai végzettség, a minimum 2 éves B-kategóriás jogosítvány, illetve az is kitétel, hogy nem rendelkezhet aktív tanulói jogviszonnyal a jelentkező. A tehergépkocsi vezetőknél 18 év a korhatár, autóbusz vezetőknél pedig 21. A jelentkezőknek mindössze a 6000 forintos pálya alkalmassági vizsgálatot kell kifizetni. A Magyar Idők beszámolt arról is, hogy a résztvevők mindössze 1,4%-a bontotta fel a tanulói szerződést, nekik azonban teljes visszafizetési kötelezettségük van. A MOL NRT péntektől ismét emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát. A 95-ös benzin literenkénti ára bruttó 4, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz drágább. Így a benzin átlagára 356 forintra, a gázolajé pedig 349 forintra nő. A töltőállomások árai között akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak az autósok. Jó minőségű és elegendő mennyiségű kukorica, illetve napraforgó termés várható idén a megyében, a terméshozam pedig tovább javítható a megfelelő tápanyag biztosítása esetén. Ennek a technológiai lehetőségeit vitatták meg Gyula Tanyán az országos kukorica és napraforgó fajta és technológiai bemutatón. Kukorica és napraforgó ültetvények borítják a földeket Gyula Tanyán. A növénykultúrák termőterülete nem növekedett az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert a gazdák lelkesedését az alacsony felvásárlási árak visszavetették, pedig a termés minőség és a mennyiség kukoricából és napraforgóból eddig is kiemelkedő volt, ezekre idén sem lehet panasz. Jó minőségű lesz a termés, tehát mennyiségre is szerintem a kukorica egy olyan 100 mázsa körül várható, napraforgóval egy olyan 30-35 mázsa, tehát az itteni körülmények között ez szerintem nagyon jónak mondható. A körülmények pedig tovább javíthatók. A megfelelő mennyiségű tápanyag és technológia biztosítása esetén a terméshozam nagy mértékben növelhető lenne, amit folyamatos kutatásokkal és felmérésekkel próbálnak segíteni. Ezeknek a hátterét és aktuális eredményeit ismerhették meg az érdeklődők Gyula Tanyán, az országos kukorica és napraforgó fajta és technológiai bemutatóján. A termés növelésének az előmozdítása azért is fontos,
mert a megyében kiemelt cél a mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság versenyképességének javítása. Itt viszont el kell mozdulni valóban egy olyan minőségi termék előállítás felé, sőt a késztermék előállítás felé, amelyben valóban vannak lehetőségek. És hogyha most ugye itt kukoricafajta bemutatón vagyunk, akkor mindenképpen meg kell említeni azt, hogy például Csemege kukoricában abszolút nagy hatalom Magyarország, és itt valóban a késztermék előállítás az már, ami jelentős bevételeket hoz. Az utóbbi években meglehetősen szélsőséges időjárásnak voltak kitéve a gazdák, ezért a közeljövőben egy jégelhárító rendszer kiépítése és a mezőgazdaság segítését célozza majd a megyében. Átlagos almatermés várható idén, a termés minőségét rontották a tavaszi fagyok és a jelenlegi időjárási körülmények sem kedvezőek, azonban a piaci viszonyok alapján idén ősszel a megszokott árszint felső harmadában fognak mozogni a termelői árak. Szabolcsban a gála almát leszüretelték, jelenleg a Golden és a Delicious alma betakarítása tart. Prognosztizációnk szerint egy 500-520, maximum 550 ezer tonna alma terem Magyarországon az idén. Az augusztusi nagyon nagy meleg az nem tett jót a minőségnek, viszont ebben a hiányban szinte minden alma jól fog értékesülni, úgy gondolom. Ezt mutatja az is, hogy az ipari feldolgozókban soha nem látott mértéket öltött az ipari alma felvásárlási ára. Jelenleg 42-45 forint közötti áron vásárolják a feldolgozó üzemek az ipari almát. $225 millió forintot fordít idén a hungarikumok népszerűsítésére a kormány. A forrás kiosztására 4 kiemelt pályázatot is kiírt a Hungarikum Bizottság. Támogatják többek között a fesztiválok szervezését, a fiatal magyar dizájnerek munkáját és a helyi értéktárak kialakítását is. Jelenleg összesen 67 hungarikumot jegyeznek hazánkban. Ezek közül az egyik a magyar pásztor és vadászkutyák, ilyen például a Mudi is. Hangzott el a fajta első világtalálkozóján Nyíregyházán. Talán az egyik legkevésbé ismert magyar kutyafajta a Mudi, azonban az elmúlt években egyre népszerűbbé válik, hangzott el az első Mudi világtalálkozó Nyíregyházán. Ez annak is köszönhető, hogy munkakutyának is tökéletes és rendkívül okos, az egyik legkönnyebben tanítható fajta. Idén kerültek be a magyar pásztor és vadászkutyák a hungarikumok közé, ehhez tartozik a Mudi is. Most kezdődnek el a magyar fajtáknak a genetikai vizsgálata. Mind a szülők, mind pedig a fajtában kialakítása egy olyan DNS pool felállítása, ami nagyon hasznos, ez nyilván költségesebb, és hát számítunk arra, hogy mivel idén lett a Mudi Hungarikum, ezért kapunk egy kis támogatást is arra, hogy mint Hungarikum a hátteret meg lehessen támogatni, hiszen ha van egy DNS pool, az nagyban segíti azt, hogy tisztában maradjon a fajta. A Hungarikum Bizottságnak idén 4 kiemelt pályázata is volt, amelyre összesen 225 millió forintos forrás állt rendelkezésükre. A kiírt összegre túljelentkezés volt, jelenleg a bírálási szakaszban vannak a beadott pályázatok, eredményük várhatóan október elején lesz, ismertette az agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár. A 4 kiemelt terület között van a hungarikumokat népszerűsítő rendezvények támogatása és a határon belüli és túli települések helyi értéktár bizottságainak kialakítása is. De segítik azoknak az alkotótáboroknak a kialakítását, ahol olyan mesterségek továbbadását biztosítják majd a fiatalok részére, amelyeknek nem biztosított az utánpótlás. A 4. terület a fiatal magyar dizájnerek támogatása, akik hagyományos motivumokat használnak a ruhák elkészítésében. Itt egy kollekció kialakítását és divatbemutatók szervezését is segíti a Hungarikum Bizottság. Jelenleg 67 hungarikumot jegyeznek hazánkban, de több eredménye is van az 5 éve alakult bizottságnak. Magyarországon, illetve határon túl már több mint 1000 településen létrejöttek a helyi értéktárak, helyi értéktárbizottságok. Azt gondolom, ez mindennél többet mond. Ez azt mutatja, hogy a közösségek nagyon jól reagálták, nagyon jól fogadták azt a lehetőséget, amit ez a törvény biztosított számukra, és pedig azt a lehetőséget, hogy teljesen önkéntes alapon, senkitől sem kényszerítve semmire, csatlakozzanak ahhoz az
össznemzeti mozgalomhoz, aminek a során ők is megmutathatják, hogy ők mire büszkék, ők mit szeretnének másoknak megmutatni, és ezáltal így módon az értékeinket jobban megbecsülni. A helyettes államtitkár hozzátette, a következő lépés, hogy ezekkel a hazai értékekkel valamilyen gazdasági hasznot is tudjanak szerezni. Tovább nő az ingatlan piac, most már a vidéki településeken is több lakást cserél gazdát. Részletek hamarosan, de előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 8 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Szuperliga döntőjében és a Sertőő Magyar Liga döntőjében. 4 korosztály 5 csapatában közel 90 fiú készül a nyíregyházi kosárlabda klub színeiben. Tizedével növekedett a lakáseladások száma a vidéki nagyvárosokban is, ősszel további élénkülés várható az ingatlan piacon. Nyíregyházán az újonnan épített társasházi lakások négyzetméter ára 300-320 ezer forint között mozog. A lakásárak folyamatosan felfelé tartanak, a vidéki lakáseladások száma is emelkedett. Országos szinten a kis településeken cserélt gazdát az eladott ingatlanok majdnem fele, a KSH statisztikai tükörkiadványa szerint. A megyeszékhelyen további forgalom növekedéssel számolnak az ingatlan értékesítő irodák. A lakáseladások száma tizedével növekedett, és mind az új, mind pedig a használt ingatlanokat is folyamatosan emelkedő áron értékesítik. Most mindenki lakást keres, tehát a sok évvel ezelőtti kínálati piacból kereseti piac lett, mondta el 35 perc című műsorunkban az értékesítő. Fölmentek az ingatlan árak, természetesen ugye, hogy ez a piac megváltozott, illetve most jött ugye a csok, ami ugye főleg az új építési ingatlanoknál a 10 millió forintot jelenti egy 3 gyerekes családnál, illetve van a használt lakásokra is a csok, ami ettől azért szerényebb egy kicsit, de mindenképpen sokan kihasználják ezt. De az új építési lakások is azért 320 ezer forint alatt már nem nagyon vannak Nyíregyházán. 300-320 ezertől kezdődik per négyzetméter. Az olcsóbb forint alapú fix törlesztő részleteket kínáló támogatott lakáshitelek tovább emelik az ingatlan eladások számát. Annyira lent van most a jegybanki alapkamat is, hogy nagyon kedvezőek a hitelek. Ugye nagyon sok ember elcsúszott a devizás hitelekkel kapcsolatosan, amit szerintem még mai napig is nagyon-nagyon sokan nyögnek, és nagyon sok probléma van emiatt még bizonyos háztartásokban. De ma például valaki, ezt most mondok egy példát, egy másfél szobás szép állapotú panellakást 8 millió forintért, fölvesz hozzá 5 millió forint hitelt bármelyik pénzintézettől egy 20 éves futamidőre. Ennek körülbelül 42 ezer forint körül jön ki most, nyilván most bankja válogatja 1-2 ezer forint ide-oda, tehát körülbelül ilyen 42 ezer forintos havi törlesztő részlete van. A minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket szeptember 1-től lehet igényelni, így a fogyasztók még több intézet kínálatából választhatják ki a számukra legkedvezőbb lakáshitelt. Egy csatornatisztító munkagép alatt szakadt be az úttest csütörtök délelőtt Nyíregyházán a Tünde utcán. A nyíregyházi tűzoltók nagy daru segítségével emelték ki a munkagépet. Az érintett útszakaszon egy órás útzár mellett dolgoztak a szakemberek. Nyolc érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Szuperliga döntőjében és a Serdülő Magyar Liga döntőjében. Bakosi Péter 215 cm-rel nyerte a magasugrást, mellette hárman a dobogó második, négyen pedig a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A hétvégén Székesfehérváron a csapatbajnokság döntőjében címvédőként indul majd a Nyíregyháza Debrecen vegyes csapat. Budapesten az MTK atlétikai centrumában rendezték meg a Szuperliga döntőjét, amelyben számonként 8 versenyző állt rajthoz. A felnőttekkel együtt versenyeztek a serdülők is, akik között a nyíregyházi Balogh Levente 100 méteren a harmadik helyen ért célba. A nagyoknál a diszkoszvető Szikszai Róbert és 800 méteren Osváth Krisztina a második helyen végzett, a súlylökő Kerekes László és 400-on Osváth Krisztina harmadikként zárt. Bakosi Bélának három tanítványa is érmet szerzett a versenyen. Péter 215 cm-rel megnyerte a magasugrást, sajnos irreális körülmények voltak, sokkal jobb állapotban volt, mint mondjuk az eredmény tükrözi, de ebbe az esős, hűvös időben azt gondolom, hogy nagyon jó eredmény, ugyanez vonatkozik a többi versenyzőre is. Zajász Petra, akit ugye Debrecenből igazoltunk idén, aki a főiskolai tanulmánya miatt került Nyíregyházára,
ő második helyen végzett női hármasugrásban, és távolugrásban mellékesen még egy hatodik helyet tudott hozni egy hatodik helyet. Pár Robin a szokásához híven mindig dobogon szokott végezni, most a hármasugrás volt az, ami egy harmadik helyet hozott neki. Igaz, az eredménye szintén nem volt valami jó, tehát az egész megyen rosszul ugrott ebbe az időben, és még távolugrásban negyedik helyen tudott lenni. Az eredmény nem volt ott sem igazán jó, viszont a helyezés az megfelelt a ranglistán elfoglalt helyének. A körülmények ismeretében az aranyérmes magasugró Bakosi Péter elégedett volt a szereplésével. Örülök az eredménynek, mivel nagyon rossz idő volt, és a körülmények nem voltak alkalmasak arra, hogy egy jót ugorjak, de stabilan sikerült ezt is hoznom. Ez a szezonom elég érdekes volt, mivel volt egy hosszabb sérülésem, ami ugye megadta az alaphangolatot, mire ugye feljövőbe lettem volna sajnos, addigra már nem nagyon voltak versenyek, meg ugye mint tudjuk, az univerziádra se vittek ki, de úgy gondolom, hogy ez nagy erőt ad nekem arra, hogy következő év jobban sikerüljön. Bakosi Péter több nyíregyházi atlétával egyetemben a hétvégén Székesfehérváron áll rajthoz az országos csapatbajnokság döntőjében. A Nyíregyháza Debrecen vegyes csapat címvédőként várja a versenyt. Négy korosztály öt csapatában közel 90 fiú készül a Nyíregyházi kosárlabda klub színeiben. Az egyesület célja az utánpótlás nevelés, és az, hogy minél több fiatallal megszerettessék a sportágat. Az NKK november első hétvégéjén ismét megrendezi 8 csapatos nemzetközi tornáját. A 2004-ben alakult NKK többek között résztulajdonosa a Kékcápák NB1-bis csapatának, de az egyesület elsődleges célja az utánpótlás nevelés. Jelenleg közel 90 gyerek készül az előkészítő, az U11-es, az U12-es és a két U14-es csapatban. A fiatalok többsége az ötvös gyakorló tanulója. Az egyesület elnöke szerint a minőségi játékosok képzése mellett az is céljuk, hogy a gyerekekkel megszerettessék a kosárlabdát, így később az is a sportág mellett maradhat, aki nem ér el jelentős sikereket a pályán. Első lépésben az volt a céljunk, hogy egy széles bázison működő klubot hozzunk létre, ez már most megvan. 90 gyerek ebbe a 5 korosztályba, amit terveztünk, ez egy nagyon jó létszám, nagyon kevesen működtetnek ennyi korosztályban ennyi gyerekkel kosárlabda utánpótlást. Most szeretnénk azt a lépcsőt meglépni, hogy elmenjünk a minőség felé, és az, hogy ezek a gyerekek, ha innen felnőnek, az a helyi NB1-es vagy NB1-B csoportos csapat utánpótlásaként, vagy később felnőtt csapatában szóba jöhessenek. Ez a legfontosabb célunk. Az is fontos, hogy eredményesek legyünk, de az legfontosabb kosárlabdázókat neveljünk. Olyanokat, akikből első osztályú játékos lehet elsősorban, aztán természetesen egészséges embereket, kosárlabdaszurkolókat, szponzorokat, támogatókat, edzőket, technikai vezetőket, akikből nem lesz minőségi kosárlabdázó. Az öt együttese három edző, Pejvás Lajos, Füzes Tamás és Ferenci Tamás foglalkozik. Utóbbi az U14-es A csapat trénere. Az U18-as válogatott szövetségi edzőjeként is dolgozó szakember debreceni munkája mellett vállalt el a csapat felkészítését. 20 fő alkotja jelenleg a keretet, a srácok nagyon szorgalmasan, fegyelmezetten járnak edzésre. Július 31-én kezdték el a munkát a srácok. Én akkor még ugye nem voltam, hisz az U18-as válogatottal szerepeltünk Tallinnban Európa-bajnoki selejtezőn. Pejvás Lajos és Füzes Tamás kollégám, illetve Bráne Szavics vezényelte az edzéseket. Azt kell erről a csapatról tudni, hogy tavaly januárban sajnos egy szomorú esemény után, Zenta Levente halála után vettem át ezt a csapatot. A Debreceni Kosárlabda Akadémia vezetője Becski István hozzájárult ahhoz, hogy amíg a debreceni munkámmal össze tudom egyeztetni, akkor ennek a csapatnak is edzéseket tartsak és vezényeljek, illetve a hétvégi mérkőzéseken meccseljek velük. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub idén is megrendezi nemzetközi tornáját. November első hétvégéjén három külföldi és több hazai élvonalbeli együttes utánpótlás csapata lép pályára az ötvös gyakorló csarnokában. Győzelemmel kezdte szereplését Fucsovics Márton a genoai 127 ezer euró összdíjazású salakpályás ATP Challenger versenyen. A világranglista 117. helyén álló nyíregyházi teniszező az első fordulóban 1 óra 10 perc alatt 6-1-6-1-re verte a rangsorban 170. olasz Salvatore Caruso-t. Híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Több mint 2000-en szereztek eddig nehéz gépjármű és autóbusz vezetői jogosítványt az ingyenes állami sofőrképzésben. A program sikeres és várhatóan 2018 végéig finanszírozza az állam. A résztvevőknek ingyenes a tanfolyam, az OFA-val szerződött cégeknél helyezkedhetnek el a friss jogosítvány szerzők. 225 millió forintot fordít a kormány a hungarikumok népszerűsítésére, támogatják többek között a fesztiválok szervezését, a fiatal magyar dizájnerek munkáját és a helyi értéktárak kialakítását is. A forrásra pályázhatnak önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek is. Átlagos alma termés várható idén, a termés minőségét rontották a tavaszi fagyok, azonban a piaci árak kedvezőek. A lialmát is magas, 42-45 forintos áron veszik át. Tizedével növekedett a lakáseladások száma a vidéki nagyvárosokban is, a lakásárak folyamatosan felfelé tartanak. Nyíregyházán az újonnan épített társasházi lakások négyzetméterára 300-320 ezer forint között mozog. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már napos időre számíthatunk. A hűvös, borongós időt okozó hidegfront péntekre elhagyja térségünket. Mögötte már szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A nyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A déli szél időnként megélénkül. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Megszűnik a hidegfronti hatás térségünkben. A folytatásban minden nap várható több órás napsütés, főként a délutáni időszakok ígérkeznek felhősebbnek, és akkor elszórtan zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. Erősödik a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap és hétfőn nyári meleg várható. Kedden hidegfront vonul át felettünk, eső, záporeső, megerősödő szél kísérik vonulását, és jelentősen, mintegy 10 fokkal visszaesik majd a csúcshőmérséklet.